Miskolcon rendezték meg a 99. felnőtt magyar bajnokságot, amelyen a 63,5 kg-os súlycsoport egyértelmű esélyeseként indult Nagy Lajos tanítványa. Bár volt, ahol borult a papírforma, Kovács Rihárd maga biztosan menetelt az aranyéremig, bizonyítva, hogy idehaza ő a legjobb súlycsoportjában. Minden versenynek én úgy szoktam általában neki indulni, hogy maximálisan, tehát hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy a legjobb formában lehessek a versenyen. Ez most is így történt, és hát ugye bíztam ebbe az eredménybe, hogy az 5. bajnoki címemet is meg tudom szerezni, ami hál' Istennek sikerült is. Annak nagyon tudtam örülni, hogy mind a 4 nap ringbe szállhattam, ugye tavaly csak a döntőbe sikerült boxolnom, és azt is kértem a szövetségi kapitánytól, hogy idén egy picit több mérkőzésem lehessen, és így is történt. Változó ellenfelekkel volt, kicsit könnyebb volt a döntő, azt is igazából könnyen tudtam hozni, úgy érzem, úgyhogy nagyon örülök ennek a sikernek. Nem csak a hazai porondon volt része sikerélményben a nyíregyházi boxolónak. Májusban a jereváni Európa-bajnokságon Ricsi bronzérmet szerzett, így először állhatott fel világversenyen a dobogóra. Ez az év számomra, ez tényleg azt mondom, hogy a legboldogabb. Ez volt az első, aminek nagyon örültem az edzőmmel együtt. Ezután, az Európa-bajnokság után megszületett a kisfiam, ami számomra a legboldogabb dolog. Ezután pedig az év végére pedig a bajnoki címet meg tudtam védeni. Tehát összességében maga ez az év, ettől azt kívánom, hogy sose legyen rosszabb. A sport mellett a civil életét is építi a 25 éves ökölvívó, pedagógusként igyekszik összeegyeztetni az edzéseket és a tanítást. Igazából szerencsés vagyok, mert itt dolgozom a Szója Miklós általános iskolába, görögkatolikus általános iskolába, és nagyon rugalmasak, mert támogatnak engem a sporttal kapcsolatban, és hál' Istennek sikerül mindig összeegyeztetnem, vagy megbeszélnem az igazgatóval, hogy hogyan és miképpen tudjuk ezt megoldani, úgyhogy ilyen téren nagyon rugalmas az iskola. Jövőre az év elején a debreceni bocskai emlékversenyen már indulni akar az EB bronzérmes ökölvívó, majd az olimpiai kvalifikáció szempontjából fontos európai játékok és világtorna kerül a fókuszba. Ugyanis ha már Tokióban nem lehetett ott, Párizsban mindenképpen boxolni akar az ötszörös magyar bajnok.